Akár 3 millió forint Európai Uniós támogatást is kaphatnak azok a fiatalok, akik vállalkozást akarnak indítani. A 25 évnél fiatalabb álláskeresők vagy munkanélküli, de már diplomával rendelkező 30 éven aluliak pályázhatnak a lehetőségre. Október elejétől egy Európai Uniós program keretében bármilyen vállalkozásba kezdők jelentős segítséget kaphatnak az elinduláshoz. Ehhez mindössze néhány feltételnek kell megfelelni, valamint részt kell venni egy képzésen, és szükség van egy működő üzleti tervre is. A fiatalok vállalkozóvá válását segítő támogatás, ez egy olyan lehetőség, egy olyan pályázati kiírás, amely az ország minden régiójában lehetőséget kínál a fiataloknak, így aztán a mi régiónkban is, az Észak-Alföldiben is, mindhárom megyében, és ezt a programot ebben a régióban a Széchenyi Programiroda, az Enterprise Hungary és az Ifjúsági Vállalkozás Élingítő Egyesület közös konzorciumban valósítja meg. A programnak a lényege az az, hogy a 18 és 25 év közötti fiatalok főként, azért mondom őket főként, mert őket 80%-os arányban érinti ez a történet, ő számukra a regisztrált álláskereső fiataloknak a vállalkozóvá válását kívánja elősegíteni. Egyrészt képzési támogatással, tehát ingyenes képzéssel, vállalkozás indítási ismereteket nyújtó képzéssel, és az azt követően a támogatás igénybevételével. És mondom, hogy másodszorban pedig a 25-30 éves pályakezdő diplomás fiatalokat is érinti a program. Náluk is ugyanaz a feltétel van, tehát regisztrált álláskeresőnek kell lenni, illetve mindkét csoportra érvényes az, hogy új vállalkozás indításáról van szó, tehát nem jó az, hogyha a régi vállalkozásához, meglévő vállalkozásához szeretne támogatást igénybe venni. A program egy két lépcsős program, és ezért nagyon fontos, hogy ezek egymásra épülő lépések, tehát magyarán nem juthat úgy támogatáshoz a fiatal, hogy ne csinálta volna végig az előtte levő program lépcsőket. Tehát az első pont az a munkaügyi hivatal, tehát a járási foglalkoztatási osztályoknál van, ahol a fiatal vagy regisztrál álláskeresőként, vagy már meglévő regisztrációja van, és ott őt az ifjúsági garancia rendszerbe vonják, és erről egy irányítólapot is adnak, amivel ő eljön a Széchenyi Programiroda területi irodáiba, jelesül Nyíregyházán, a Nyíregyházi Kossuth tér 8 szám alatti irodába, de Fehérgyarmaton és Kisvárdán is találkozni lehet a kollégákkal ügyeleti rendszerint. És ezt követően a kollégák elmondják neki, hogy mit kell csinálni, igazából egy online felületen, a vállalkozmagyarország.hu-n regisztrál a fiatal, hírlevélre feliratkozik, és kitölti az online jelentkezési lapot. Ezt követően pedig kompetenciateszteket tölt ki 3 darabot, ami leginkább az ő vállalkozói attitűdjére kérdez rá. Tehát, hogy hol tart ő az ideális vállalkozói profilhoz képest, alapvető számolási egyéb készségeit méri fel a teszt, és ezekkel az eredményekkel a kollégánk megkeresi őt, a fiatalt, és egy személyes elbeszélgetésre hívja be az irodába, és itt már a fiatal gyakorlatilag arról is elbeszélget a kollégával, hogy neki milyen vállalkozói ötlete van, egy kicsikét arról is meggyőződhet nyilván a kollega, hogy ő mennyire alkalmas a programba való bevonásra. És ezt követően, amennyiben alkalmasnak véljük, és erről ki is értesítjük a fiatalt, egy támogatói szerződés megkötése következik, és ettől fogva a fiatal bevontnak tekintheti magát a programba. Ő vele gyakorlatilag a felnőtt képző cég, aki a képzést fogja tartani, egy felnőtt képzési szerződést köt, és 2 hetes, tehát 9 munkanapos vállalkozás fejlesztési tréningen, képzésen vesz részt a fiatal. Ezek a képzések gyakorlatilag szeptember elején, közepén indulnak, több hullámban és több helyszínen igény szerint. Tehát ahol összegyűl 10 fiatal, akkor nyilván figyeljük mi is a költséghatékonysági szempontokat, nem utaztatjuk túl sokat, viszont félhavi bérletét, tehát a képzés ideje alatti bérletét támogatja szintén a program a fiatalnak. És hogyha elvégezte a képzést, azután vizsgázik és tanúsítványt kap róla. Üzleti tervet is elkezdi készíteni, ebben nyilván a kollégák, a szakmai megvalósító kollégák segítenek neki továbbra is. Az üzleti terve, amennyiben nyilván tehát elbírálásra kell, hogy kerüljön, független szakértők egy országos módszertan alapján bírálják el az üzleti terveket, és ezt követően hozhatja létre a vállalkozását. És mihelyt megvan a vállalkozása, akkor már pályázhat is a 2-től 3 millió forintig terjedő visszanemtérítendő támogatásra, a költségei, vállalkozási költségei, induló költségeinek a támogatására. A pályázat benyújtásához 10%-os önrészsel kell rendelkezni, viszont az utófinanszírozást megkönnyíti, hogy az elnyert összeg fele előlegként lekérhető, amiből már el lehet kezdeni a vállalkozás beruházásait. gyakorlatilag személyi jellegű költségekre, szolgáltatásokra, eszközvásárlásra költheti. És nyilvánvaló vannak belső korlátai is a támogatásra, tehát korlátlanul nem lehet valamilyen irányban eltérni, de nyilvánvalóan az üzleti tervvel összefüggő tevékenységre lehet pályázni, és ez már bírálati szempont is, tehát hogy az nagyon vigyázni kell, hogy az üzleti tervvel összhangban legyen a költségvetés, és ezt azért figyeli a támogató is. Nyilvánvaló, hogy segítségül a fiatalnak 50%-os előleg lehívására van lehetőség, ami nagyon kiemelkedő kedvezmény az összes többi projekttel ellentétben, hiszen ez azt jelenti, hogy a fiatal 1.500.000 forintot lehívhat előre, és elkezdheti a projektje megvalósítását, és utólag számol el. Nyilván utófinanszírozású ez a program is, ez a projekt is, mint minden uniós projekt, tehát a fiatal előre vásárol, szolgáltatást beszerez, kifizet személyi jellegű költséget, és benyújtja elszámolásra a támogatóhoz, és azt követően kapja meg a támogatási összeget. A pályázat követelménye, hogy a vállalkozást legalább 3 évig működtetni kell, és teljesíteni kell az üzleti tervben foglaltakat. Ehhez legalább 5 piaci kapcsolatot kell igazolni, és az első évben minimum 500.000 forintos árbevételt kell produkálni.